Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb FIFA mobilos videóban, és hát itt vagyunk, Founder 7 Preseason, péntek este van jelen pillanatban, és hát kaptunk érdekes híreket a játékkal kapcsolatban, és ezek közül a legfontosabb talán az, hogy a szezon végén nagyon is számítani fog az Team Overrating, annak érdekében, hogy minél nagyobb jutalmakat kapjunk majd az új seasonben, Szóval srácok, törekedjetek ti is arra, hogy az over eiteket minél magasabbra tudjátok felhúzni, mert ez befolyásolja majd az új szezonban kapható jutalmak mennyiségét, minőségét, stb. stb. Úgyhogy a pionír játékosok mellett erre is érdemes nagyon figyelni. Ezek mellett pedig, hogyha belépünk a questekbe, akkor észrevehessük, hogy a weekly questeket frissítették, és így most már heti 300 pontot tudunk összeszedni, klubpontról beszélek, ami nagyon-nagyon jól fog jönni, hogy még értékesebb játékosokat tudjunk beszerezni, és még ami érdekesség, hogyha belépünk az exchange-be, akkor itt a Founders részlegnél garantáltan fogunk tudni kapni egy pionír játékost, 1500 klubpont beváltásáért cserébe, ami egy egészen jó kis díl, és itt az opciókat megtekintve, hogyha legörgetünk, az első játékos Esputinyán lehet aki hát őszintén nem a legacélosabb az opciók közül, viszont ő az egyetlen 114-es, és hát sajnos megvan annak az esélye, hogy mint minden más ilyen csomagból, aminek nagy értéke van, abból, hogyha ingyenesen kiszedhetjük, akkor a legkisebb OVR játékosokat kapjuk. Lásd, mint az Ultimate Team of the Year Eder Militao esetében, ott is eh, szerintem az emberek 99%-a őt nyitotta ki. Na de semmi gond, megelégszünk vele is. Egyébként én, hogyha megkérdeznétek, hogy kit szeretnék innen kapni, hát természetesen egy 120-as játékos esne innen a legjobban nekem jól, és hát Erling Haaland személyében meg is lenne ez a 120-as játékos, tehát őt szeretném én a legjobban kapni innen. Mindenképpen igyekszek azért, hogy ezt az 1500 klubpontot bezsebeljem, és a heti küldetések mellett segítségünkre van, még egy addíciós challenge mód is, amiből idáig a frissítés óta, tehát tegnap óta minden nap volt egy-egy ilyen esemény, és itt, hogyha kivisszük ma, és tegnap is sikerült kivinnem, ennek a tartalmát majd egy pack videóba fogom közölni, akkor 75 klubpontot és egy garantált játékos fogunk kapni, ami founders és 108 plusz overrating rendelkezik. Innen, ha szerencsénk van, természetesen nyithatunk founders is, de ennek az esélye nagyon-nagyon csekély, viszont sosem lehet tudni, hogy a szerencse mikor kopogtat be a kapunkon, szóval próbálkozni kell. Ne felejtsük el, kapunk egy gift package ami egy 110-es Team of the Season opandát tartalmaz, ugyebár minden héten kapunk egy-egy ilyen Team of the Season játékost minden ligából, és most, mivel péntek van, el tudjuk leimelni Peter Csekket, ami nekünk azért lesz jó, mivel a 110-es köbelünk, aki egyébként nagyszerűen teljesít, már nagyon régóta az overratingjéből adódóan cserére szorul, így nyerünk rajta a plusz 3 ratinget, ami még valószínűleg nem lesz elég a 137-es overrating eléréséhez, Viszont közeledünk szerintem most már nagyon-nagyon ahhoz, hogy megvalósíthassuk ezt a lépést. Szóval Köbelnek is köszönjük meg az eddigi hozzájárulását a csapathoz, mert mentett meg nagyon-nagyon sok helyzetben minket. Viszont egy új időszak következik, és Peter Chetch ki tudja mennyi ideig, az is lehet, hogy örökre a az idei szezonunk csapatában fog maradni. Statokban meglepő, de nem jobb, mint Kőbel, legalábbis így első ránézése, ami meglepő, hiszen Kőbelnek a lapja májusban érkezett, ha jól emlékszem, és csekk az előző eventből van, szóval ez érdekes. Val, így állnánk jelen pillanatban a csapatunk szempontjából, 136-os maradt tehát az overratingünk, és gondolkodnunk kell azon, hogy melyik pozíciókon szeretnénk fejleszteni, és ilyenkor a leglogikusabb döntés annak érdekében, hogy a csapatból ki tudjuk hozni a maximumot overrating szempontjából, az az, hogyha a legkisebb értékelésű lapokat cseréljük, és ez elsősorban Park G. Soon lenne, és hát nézzünk akkor opciókat, hogy oda ki tudna érkezni, és ehhez természetesen az elem pozíciójú filtert fogjuk használni, és nézzük is, hát a legnagyobb overratingú játékos oda jelen pillanatban ez a Barnes lenne, aki az árát tekintve már 891 millió zseton érte. Rá tudunk csapni, ez kicsivel kevesebb, mint a koinunk összességének a fele, szóval nagy esély mutatkozik arra, hogy őt be fogjuk szerelni. Nagyon reménykedek egyébként abban, hogy az IE a játékosoknak az ára plafonját fogja lennebb vinni, hiszen akkor nem lennének azok, hogy például szárból 999 plusz keringene a transfermarketen. Hát nem nagy az esélye annak, hogy lenne változtatás az árplafonnal szemben, de reménykedünk még, és ha nem, akkor kénytelen leszek 900 millió zsetont kiadni egy játékosért, amit őszintén szólva nem szeretnék. Na de, meglássuk, és hát a Posztra egyértelműen oda is szeretnék változtatni, mivel a második leggyengébb Játékos overratingben Lukasz Vázquez és az Interes Bastoni. Ezt a kettőt is mindenképpen cserélni szeretném ebben az eventben. És hát természetesen azzal is kell számolni, hogy az Exchange-be, hogyha beváltunk játékosokat, kaphatunk akár használhatót is, vagy arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy a játékosok tréde-bölökes. De jelen pillanatban semmi sem figyelmeztet arra, hogy akiket innen nyitunk ki, azok untrade-öbölök. Szóval, hogyha nem is nyitunk használható játékost, és az áprafon, hogyha megengedi nekünk, akkor lesz esélyünk az itt szerzett játékost eladni. Szóval, biztató a helyzet, úgy tűnik, hogy tudunk upgrade-elni a tímen. Na de a napokban nagyon-nagyon gondolkoztam azon, hogy mivel itt garantáltan van egy 119-es medison, a statokban még egyszer hangsúlyozom nem valami extra, de az over ratingünket plusz 6-tal növelni, érdemes lenne kiszedni, mivel ezek a csomagok itt tényleg nagyon-nagyon szerencsétől függnek, és ritkán fog magas ratingű játékos bedobni, és még az ezekért beváltató klubpontokból is csak 116-117-es játékosok között választhatunk, mert azért 8000 pontot nem fogunk ki tudni szerintem gyűjteni egy garantált 118 plusz játékosig, és talán ezért lenne nagyon okos opció kiszedni Medisont eddig még nagyon bizonytalan voltam, mert nem kaptunk hivatalos infókat, hogy mennyire fontos a csapatunk overratingje az új szezonra tekintve, de most már, hogy ez így biztos, gyűjtögetem a scouting pontokat, és valószínűleg így Medisont mindenképpen kifogom szedni. A többit pedig majd továbbra is ilyen pekkekre fogom költeni. Úgyhogy a terv ennyiben változott, de még vannak érdekes dolgok itt a transitionben, mivel itt láthassátok, fel vannak sorolva szépen a pionír játékosok, hogyha rálépünk az új seasonre, akkor érdekesség, kijöttek a ratingek, amiket az FC mobile fognak kapni a pionír játékosok, és hát meglepően magasak. Tehát Erling már is 94-es statisztikája, vagyis rétingje lesz. Ez nagyon-nagyon magas szezonkezdéshez képest, szóval nagyon meg vagyok lepődve, és mivel tudjuk azt, hogy az ikonok itt Gerard Zanetti, és Raúl csak 88-89 rating között lesznek, hát nagyon-nagyon megleptek ezek a magas ratingek és így nagyon-nagyon ágondolkodtató -nagyon az, hogy a pionír játékosok érte mindent, amit lehetséges megtegyünk, összehasonlításképpen, hogyha megkeressük a legkisebb pionír Estupinyán, itt is 88-as, mint az ikonok, szóval még egyszer, ez nagyon meglepett engemet, ezek a magas rétingű játékosok, és kíváncsi vagyok, hogy így a következő szezonban a maximális overrating mennyi lesz. Én személy szerint favorizálnám azt, hogyha a limit 100 alatt maradna, úgy sokkal valósághűbb, autentikusabb lenne én szerintem az egész, de majd meglássuk, hogy az EA Sports miként fog dönteni, bízunk addig is a legjobbakban, és hát még 25 nap van a videó felvevésének pillanatában az új szezonig és addig tényleg igyekszünk mindent kimaxolni. Itt menet közben elértük a 40 millió alapítót, és kaptunk ezért cserébe 20 scouting pontot, úgyhogy azokkal is gyűlögetünk, és majd természetesen szerintem 99% az esélye, hogy beszerezhessük a 114-es mokukót, aki természetesen pionír, szóval az új szízönbe is meg fogjuk kapni. Szóval srácok, én itt a mai videót be is fejezném, remélem, hogy tudtam értékes információkkal szolgálni nektek, és hogy az én csapat tervezési terveim is hasznosak lehetnek számotokra, inspiráció szempontjából, és majd a következő videóban fogunk találkozni, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!